Köszöntöm Brenzovics Lászlót, a KMKS elnökét. Jó napot kívánok! Elnök úr, arról már beszélgettünk legutóbb, hogy milyen volt a 2019-es esztendő, arról viszont még nem, hogy mit vár a KMKS és személy szerint ön a 2020-as évtől. Hát új év, új lehetőségek, ahogy mondani szokták. A 2020-as év rendkívül komoly kihívások elé állítja a kárpátaljai magyarságot. Több okból is, ugye először is arról van szó, hogy ebben az évben önkormányzati választások lesznek, befejeződhet, vagy befejeződik a adminisztratív reform, illetve valószínű, hogy a földreform is elindul. Mindez rendkívül komoly kihívás, hiszen először is átalakulhat a közigazgatási rendszer, létrejönnek majd a kistérségek, létrejönnek a járások, érdekes a Lesz-Szeberek-Szász központú járás, illetve egy új választási törvény alapján kerül megrendezésre október utolsó vasárnapján a választások, amelyek meg fogják változtatni majd Kárpátaljának és az országnak és a politikai térképét. Erre nekünk készülnünk kell, és megkezdtük tanulmányozni az új választójogi törvényt, ami rendkívül bonyolult, és számos olyan dolog van benne, ami még nem tisztázott. Azonban a közösségnek az az érdeke, hogy megfelelő módon vegyünk részt a választásokon, és itten eredményeket érjünk el, hogy továbbra is képviselhessük a kárpátaljai magyarságot, mind megyei, mind járási, mind pedig helyi szinteken. A másik ilyen kérdéskör természetesen a földkérdés, amely földkérdés azt jelenti, hogy valószínűleg a föld áruvá fog válni, és megkezdődik a földnek az adásvétele, és tudjuk azt, hogy Kárpátalján még 180 ezer hektár állami földterület van. Ezeknek a jogviszony nincs tisztázva, ezek őseinktől elvett földek, amely gyakran az adott települések lakói, vagy pedig közösségek nem tudtak hozzájutni. Gondoljunk csak itten a különböző szovhoz üzemekre, vagy pedig a baktai kísérleti állomásnak a földjeire, aminek következtében a kárpátaljai magyarság nem tudott hozzájutni ahhoz a földhöz, amihez a kolhozok tagjai, vagy pedig más magánszemélyek hozzájuthattak. Ezekre a kérdésekre oda kell figyelni, hogy lehetősége nyíljon mindenki számára az, hogy földhöz jusson, és tudjon megélni a saját szülőföldjén. Itt említette az új választási törvényt. Mégis mi az, ami kifogásolható, vagy mi az, ami nem tisztázott ebben? Hát semmi sem tisztázott, hiszen arról van szó, hogy tulajdonképpen a kistérség, az OTG, az nem egy alkotmányos fogalom. Most kívánják módosítani az alkotmányt ennek kapcsán. Nem tudom, hogy ennyi idő alatt sikerülhet-e, hiszen október választások lesznek egyrészt, másrészt meg eddig a kistérségek egyesülések ezek önkéntesek voltak. Most pedig ugye kiderült az, hogy jelenleg a kormány dönti el azt, hogy hol milyen kistérség alakulhat, és itt van a homoki precedens, vagy pedig az izsnyétei, amikor részben egy kistérségben megalakult, de kiderült az, hogy ez nincs benne a távlati terve, vagy pedig megtörténtek a választások a gorondi kistérségben, de Izsnyéte hozzátartozik, de ott viszont nem voltak választások. És mi van akkor, hogyha egy község nem akar ebbe a kistérségbe belépni? Jelenleg olyan módszer, hogy kényszerítsék a községet ahhoz, ha valahová belépjen, nincsen. Tehát számos kérdés nyitott még ezzel kapcsolatban. Másrészt bizonyos fajta dologról egyszerűen nem rendelkezik a törvény. Például kimondja azt, hogy egyes községekben, községenként két képviselőjelölt jut be a kistérségi tanácsba, másik községekben, nagyobb községekben pedig négy. Most melyik a kisebb, melyik a nagyobb? És még sorolhatnám azokat a joghézagokat, amelyek benne vannak a választójogi törvényben, és amelyet ugye tanulmányozni kell, és fel kell készülni, és amit még az ukrán államnak tisztáznia kell, hogy az egész ne forduljon káoszba. Olyan hírek is járnak, hogy megszüntetnék a jelenlegi megye felosztást. Ez Kárpátalját hogy érinthetné? Nem tudom elképzelni, de erre a lehetőség az alkotmánymódosítás szerint megvan, hiszen a jelenlegi alkotmányban felsorolják a megyéket, és ami azt jelenti, hogy ezen módosítani csupán kétharmados parlamenti többséggel lehet. Most pedig, hogyha a megyéknek a felsorolása elmarad, akkor egy egyszerű parlamenti döntéssel a megyék határait tologatni lehet. Ez egy rendkívül veszélyes dolog. Én remélem azt, hogy ezt nem fogják meglépni. De itt még számos olyan kérdés van, amely tisztázatlan, így például a prefektusoknak a szerepe, hiszen az a rendszer, amit bevezetni kívánnak, az, hogy prefektusok mindenfajta határozatot hatályon kívül helyezhetnek, amit az önkormányzat hozott,
vagy pedig a prefektúrák javaslatára az elnök feloszlathatja az önkormányzatokat és új választásokat írhat ki. Ezek nagyon távol állnak az önkormányzatiságnak az európai fogalmától. Hát reméljük azt, hogy ezek a dolgok előbb-utóbb tisztázódni fognak, bár az idő rendkívül szoros, és nem is tudom igazából elképzelni azt, hogy a hatályos törvények megfelelően ezeket a reformokat október végéig végre lehet-e hajtani. A kárpátaljaiakat foglalkoztatja az ukrán-magyar viszony kérdése is. Ön hogy látja, ebben az évben javulhat ez a történet? Reméljük azt, hogy javulni fog, hiszen Orbán Viktor miniszterelnök úr kifejtette a évnyitó sajtótájékoztatóján, hogy ő ezen a viszonyon javítani szeretne, és kíváncsian várja azt, hogy mikor kerülhet sor egy legfelsőbb szintű ukrán-magyar tárgyalásra. Hiszen ahhoz, hogy a dolgok beinduljanak, tárgyalni kell, közelíteni az álláspontokat. Nagyon sajnálatos az, hogy lassan már eltelt egy év Zelenszkij megválasztása után, azonban ilyen legmagasabb szintű kapcsolatfelvételre nem kerül sor. És hát reménykedjünk abban, hogy erre a közeljövőben sort lehet keríteni, illetve azok az intézmények, amelyeket a ukrán-magyar alapszerződés elé ír, gazdasági vegyes bizottság, kisebbségügyi vegyes bizottság újra elkezdenek működni. És most el kell mondjuk azt, hogy az elmúlt év tapasztalata, hogy igazából a remények ellenére a kárpáti magyarság helyzete és az ukrán-magyar viszony nem változott, ezen kell változtatni, csak reménykedhetünk abba, hogy ilyen magas szintű találkozó közelíteti a két országnak az álláspontját. Milyen új tervei vannak a KMKSZ-nek? Folytatódik-e például a gazdaságfejlesztési program? Gazdasági fejlesztési program folytatódni fog, és az összes olyan programot korábban meghirdettünk, óvodafejlesztések, báziskola program, szociális támogatások folytatódni fognak. Az év elején megtörténnek azok a megbeszélések, hogy mi módon és milyen keretek között, és reméljük azt, hogy az ukrán állam nem fogja őket akadályozni, mint ahogy tette némely esetben az elmúlt években. Milyen kulturális programokat szervezne a KMKSZ ebben az évben? A hagyományos kulturális programok mellett, ugye ez az év a nemzet összetartozásnak az éve, és jelenleg gyűjtjük össze azokat a javaslatokat, amelyek arra irányulnak, a kárpátaljai és magyarság is ezt a jeles évfordulót méltóképpen ülje meg, méltóképpen emlékezzen a 100 éves trianoni szerződésről. Reméljük azt, hogy ebben az évben a tiszacsomai honfogás emlékparkban át tudjuk adni a látogató központot, ami egy jelentős esemény lesz, és hát a hagyományos rendezvényeinket meg fogjuk tartani az idén is. Elnök úr, köszönöm szépen a beszélgetést. Részemről a szerencsét.